Meg, hogy az a két szó, amit nem is mi írtunk ki a falra, hanem a kömüve se kattan. Nagyon sok helyen úgy kezdődött a diákkör, hogy eljött egy vagy két ember egy Megdesz táborba, és mondták, hogy hát nálunk az egyetemen vagy a főiskolán még nincs Megdesz kör, és szeretnénk, hogy legyen. És aztán mi azt mondtuk nekik, hogy hát kezdje imádkozni, és keresse a más hívőket, és hát ha lehet valamit kialakítani. Szóval valahogy ott kezdődik, ahol egy ember azt mondja, én engedelmes akarok lenni, én valamit akarok csinálni, és imádkozik, és Isten ezt megadja. Volt egy nagyon súlyos krízis helyzet, amiben szerintem akkor a Megdesz élen járt. Az, hogy együtt maradtunk, abban Isten fölhasznált embereket, fölhasznált nagyon-nagyon sok minden, de mégis ebben én azt mondom, hogy ebben azt láttam, hogy ez Isten munkája volt, mert egyszerűen máshogy nem lehet magyarázni. Tehát volt szenvedés, és voltak könnyek, és sírás, és hogy most is vannak olyan problémák egyes diákkörökben, ami nem könnyű, mindezek ellenére nem roppant össze a Megdesz. Létezett régen is a Megdesz, mert az én nagyapám is annak idején részt vett benne, és úgy hallottuk a nagymamámtól otthon, hogy hát diákszövetséges barát volt ez is, meg az is. És ők összejártak még akkor, ezek a 80 éves nénik és bácsik, és én elmentem az ő alkalmaikra, és mindig kérdezték, hogy mi újság az új Megdesszel, és imádkoztak értünk, és ez is fantasztikus volt átélni, hogy 80-90 éven keresztül majdnem Isten, hogy megtartotta ezt a kezdeményezést. Mikor láttatok a legtöbb Megdeszest együtt egy helyen? Megdesz előtti időszakban legtöbben a közvetlen megalakulás előtti tahi konferenciákon voltunk, 88-ban 250-en, az volt akkoriban a legnagyobb létszám. Most. Szerintem a táborok mindig azok voltak létszámmal a legnagyobbak. Kis térbe zárva, hogyha úgy lett volna a kérdés, akkor meg amikor buszokon mentünk a IFS konferenciákra, például a Varsóba, ez egy nagyon különleges élmény volt. Ott egy buszban zögykölöttünk 24 órán keresztül, az is egy érdekes, de jó volt, sokat énekeltünk, meg viccelődtünk, meg aludtunk. Van-e olyan közmondás, amivel a Megdeszt tudnátok jellemezni, és azt mondjátok, hogy ilyen a Megdesz? Fejétől bűzlik a hal. Hát a sok kéz hamar kéz, de hát ez már kicsit elcsépelt, ahogy Zotyó mondta volt. Nekem először a nem mind arany, ami fénylik jutott eszembe, és nem tudtam, hogy miért. És valószínűleg azért, mert nem mind értéktelen, ami nem fénylik. Sokunk olyan volt egyetemistaként, vagy sok olyan ember, aki abszolút így a perifériára szorulna, és hogy talál egy szerető közösséget, amiben hihetetlen erőre kap, és megkapja azt a fényét, amit egyébként csak egy ilyen szerető közegben tud megkapni. Mit kérdeznél a melletted egyen jobbra ülőtől? Én tényleg megkérdezném az itt nem ülőtől még, hogy ő kicsoda. Marci, tőled kérdezem akkor, mikor felvetődött, hogy esetleg te lennél a titkár, akkor nem kitörő lelkesedéssel fogadtad ezt az ötletet. Hogy milyen félelmeid voltak, és azok hogy jöttek be? Szerintem jól emlékszel, és muszáj megint visszautalni arra, amit te mondtál, tehát, hogy amikor én a titkárt láttam, akkor úgy éreztem, hogy na, a titkár dolgozik. Én utazó titkárként tök jól el vagyok, és nagyon élvezem, és kreatív, jó dolgokat csinálhatok, de hogy a titkár az meg ott görnyed buta papírok fölött. Néha ott a gondterheltség táskái ott vannak a szeme alatt, de sokkal jobban élvezem annál, mint amilyen lelkesültséggel fogadtam a felkérést. Zotyó, úgy tudom, vagy legalább úgy ismerlek, hogy mindig olvasok könyveket, és úgy is tudom, hogy te most dolgozol a PhD-n, hogy mikor szándékozol kész lenni, és tudnál-e egy mondatba, ami körülbelül 10 szóból áll, megmondani, hogy miről szól. Azt nem tudom, hogy mikor leszek kész. Ha minden jól megy, akkor egy bő év múlva. Még két szavam van, ugye?
És hát azon, hogy a példabeszédek könyvéből hogyan lehet teológiát kihozni, tehát hogyan lehet, tehát jó, oké, bölcs tanácsok, nagyon praktikus, de a praktikus mondásokon kívül mit tanulunk belőle Istenről és az Istennel való kapcsolatunkról. Akkor már légy szíves, te is valljál magadról, hogy most mit csinálsz és mit készülsz csinálni a közeljövőben. Hát utazó titká vagyok még mindig. Most a Holland IFS-nél, és amellett tanultam, és januárban befejeztem, és az azt jelenti, hogy most meghívhatnak lelkésznek a Holland Református Egyházban, és hát azt még nem tudom, hogy ebből mi lesz, de majd meglátjuk. Hát ugye amikor én úgymond Megdesz elnök voltam, Dóra, te voltál a titkár, mit csinálhattam volna jobban? Szerintem az nagyon fontos dolog volt, hogy megalakult elég hamar a vezetőség, aminek a Korné volt a vezetője, de akkor még azért elég az elején járt a vezetőség, úgyhogy néha én nagyon egyedül éreztem magamat, így a feladatok között, de az is lehet, hogy ez egy női dolog, lehet, hogy mi nők jobban rászorulunk arra, hogy pátyolgassanak minket, úgyhogy lehet, hogy ezek a fiatal emberek, ezek már nem is várnak semmiféle támogatást, vagy nem nagyobb támogatást. Én azt szeretném kérdezni, Korné, hogy te vagy egyedülállóan közülünk abban a speciális helyzetben, hogy már a lányod, Zsófi lányod jelenleg épp aktív megdeszes diákkörös, és hogy mindig mennek a nagy, hát nem tudom, ilyen szó, tehát hogy ilyen legendák arról, hogy hát a régi diákok sokkal okosabbak voltak, ezerszer több könyvet olvastak, meg nem tudom, akkor még többet imádkoztak, most viszont sokkal, nem tudom, kreatívabbak vagy. Tehát, hogy te hogy látod a különbséget? Én szerintem sokszor az idősebb generáció eltúlozza a különbségeket. Azt azonban érzékelem, hogy amikor mi elmentünk egy diákkori konferenciára, vagy én legalábbis, akkor sokkal több időt töltöttem a könyvasztalnál, olvastam, érdekeltek elméleti kérdések, és most néha úgy érzem, hogy azok a szemináriumok, ahogy végignézek egy nyári tábornak a szemináriumát, azok a szemináriumok nagyon népszerűek, amik mind arról szólnak, hogy kell élni. Életmódbeli kérdések, ezek sokkal inkább előtérbe kerültek. Tehát mi, amikor a Megdeszben jártunk, akkor többnyire hívők voltunk, tehát ez is nagy különbség, és magunk mögött tudtunk egy csomó olyan dolgot, ami úgy alap volt, és minket igazából a tudomány, a hit kapcsolata érdekelt, és úgy érzem, hogy a mostani fiataloknak az a fajta nyitottsága és az a szimultán gondolkozás, amiben vannak, ez természetesebb. Ennek megvan a veszélye is, persze, hogy lehet, hogy ez magával hoz valamiféle felületességet, az elmélyülésnek a hiányát, de hát nem érzek olyan nagy különbséget, és nagyon boldog vagyok, hogy a mai generáció is képviselve van, és hogy ez a mi családunkban is van, és hát remélem még sokan elmondhatjátok a magatok részéről itt a szeniorok között, hogy a gyerekeitek benne vannak, és ez a fajta generációs többszörösség, ez egy szervezet számára szerintem egy óriási érték. Egy utolsó kérdés, ki az a munkatárs, aki mindannyiótokkal kapcsolatban volt? Elmondom a megfejtést, de előtte elmondom, ezt leteszem addig, hogy ha hiszitek, ha nem, a megfejtéssel én személyesen, vagy mi személyesen nem ismerjük egymást. És ez azt mutatja, hogy a Megdesz jól működik, hogy aki mondjuk így az elnöki szolgálatot végzi, nem kell nap mint nap apró cseprő ügyekbe beavatkoznia. A válasz pedig a Herjecki Ildikó, aki 20 éven át könyvelt. Ildikó, légy szíves, gyereke!
köszönjük szépen a munkát. Amikor tavaly ősszel fölmerült, hogy könyvelőt kell váltanunk, én megkerestem több könyvelő céget. A következőket kérdezték. Ez egy új szervezet? Mondtam, nem, ez egy régi, 20 éves. 20 éves? Akkor most szeretnénk újraéleszteni? Nem, ez 20 éve működött. És akkor hogyan működött? Hát mondom, 20 évig volt egy könyvelője, senki nem hitte el nekem ezt.